Első ízben rendezték meg a csurgói csülök csatát. A bográcsok ördögei jobbnál jobb receptekkel kényeztették el a magyar gasztronómia szerelmeseit. Előfőzve egy csülköt és majd egy pörkölt alapon elkészítjük egybe a, és hozzáteszük a megfelelő fűszereket, akkor viszont tényleg egy ilyen gasztronómiai élményt nyújt a maga ez a csülkös pacal, főleg, hogyha egy nagyon finom száraz borokat tudunk kóstolni a vértes aljáról. A Szentgyörgy Kórház csapata zsírral főzött, gombával bolondította meg a világ talán legegyszerűbb ételét, és milyen igazuk volt? Ennek az a nyitja, hogy a szakácsunk, az egy mester szakács, anesteziológus, asszisztens, és több ilyen versenyen indult már, és többször kóstoltuk az ételeit, sőt bíztuk meg azzal, hogy ezt a versenyt megnyerje nekünk. A kulináris élvezeteket kedvelők először különös tekintettel figyelték a rutyás csülök készültét. Később belátták, ez lehet a jövő útja. Hoztunk magunkkal néhány receptet, hárman, és összeraktuk ezt. Ez egy könnyű, nyári, tárkonyos leves, ami csülökkel készül, ami csülök magában egyébként egy nehéz étel lenne, hogyha nem úgy csinálnánk, még mi megcsináljuk, és nagyon rövid idő alatt elkészül, nem kell órákat a tűz mellett töltened, nem kell megfőnöd, földobod, ahogy öreg anyám mondta, fölteszem, az kész. A jófajta nedű természetesen nem hiányozhatott ezen a napon sem. A nagy nevű séfekből álló bírálók a jó kedvük mellett megállapíthatták, egy őszinte ételnek nincsen párja. Ahogy fogalmaztak, újra itt a csülök, nem kell hozzá semmi, nem kell hozzá kordon, s nem kell hozzá remzi.